aggasztó, ami az utóbbi 3 napban történt, hogy a NATO egyik tábornoka jelentette be, hogy a NATO bizony készül az Oroszország elleni háborúra, és hát ugye 90 ezer katonával hadgyakorlatot is tartanak, de ami miatt ez inkább aggasztó, hogy a civil lakosság is fel lett szólítva, hogy hát ne legyenek hozzászokva a békéhez, készen kell állni egy háborúra. Ugye ezen kívül arról már szerintem mindenki hallott, hogy Németország kezébe milyen dokumentum jutott és szivárgott ki, egy konkrét forgatókönyvet fest fejvedve írve, hogy Oroszország lépésről lépésre hogy fogja kirobbantani a harmadik világháborút. És ugye bár erről már ugye azért tavaly decemberben is lehetett hallani, de most megint felerősödtek ezek, hogy áprilisig elvileg ugye vissza is hozzák ugye a kötelező sorkatonaságot. Svédországban pedig konkrétan pánik tört ki, mert mondjuk ott egy svéd parlamenti képviselő konkrétan kimondta, hogy hát bizony a közeljövőben háború várható Oroszországgal szemben, és akkor a svéd lakosság mindent felvásárolt a boltokból, elég nagy lett a pánik. És hát ugye a svéd miniszterelnök megpróbálta ugye hát csillapítani úgymond a kedélyeket és nyugtatni a lakosságot, hogy hát azért nyugodjanak meg, még nincs itt a háború. Ezek azért elég aggasztó érek, és nem túlzás azt mondani, hogy hát rég voltunk ilyen közel a harmadik világháborúhoz, de mégis azért szerintem itt azért annyi eszel szerintem van mindenkinek ott is, hogy tudják, hogy egy NATO-Oroszország háborúnak, ami nyilván világháború lenne, nincs olyan, hogy győztese. Szóval itt szerintem itt sokkal inkább más van a háttérben. Egy az, hogyha végigmegyünk megint ezen az évtizeden, 2020-tól kezdve 2024-ig. Tehát minden hónapban van valami, és most alig telt el 3 hét a 2024-ből, már bedobták az X-betegséget, aminek már konkrét tünetei is vannak, plusz kiderült, hogy kísérleteznek rajta, tehát hogy egy világjárvány várható a közeljövőben, plusz bedobják a harmadik világháborút. Tehát megint az van, hogy a lakosságot mindenféle szarsággal sokkolják. Nem véletlen van 2030-ra kitűzve ez a Great Reset. Tehát 2030-ig kell egy gazdasági átállás, viszont ezzel párhuzamosan a lakosságot is úgymond át kell állítani egy olyan gondolkozásmódra, hogy önként követeljék majd ezt az új rendszert, és ezt így tudják elérni, hogy mindig, minden évben, minden hónapban valahogy pánikot keltenek, illetve hát kiszolgáltatottabbá teszik az ember. És szerintem ennek itt megint ez az egyik oka, hogy itt most ez megint fel lett kapva az harmadik világháború, plusz hát azt se felejtsük el, hogy idén választások jönnek, és hát ilyenkor azért valamit ugye be kell dobni. Megy továbbra is végig ez az évtized, akkor biztos, hogy el fog jutni a társadalom arra a pontra, ahol azt mondja, hogy ebből már elég, tényleg kell valaki, illetve valamilyen rendszer, ami békét hoz. Ezért van 2030 elejére kitűzve a nagy Great Reset, mert addigra el fog jutni, ha így megy tovább minden az emberiség arra a pontra, ahol ezt már követeli. Eddig semmi el nem utal arra, hogy ne így menne végig, tehát nem telt el 3 hét a 2024-ből, és már most ugye azért elég komoly dolgok. Hát történnek, meg vannak belebegtetve. Ha valaki erről szívesen ugye még beszélgetne bővebben, akkor csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, aminek a linkje a bióban van.